Én is bent vagyok elvileg. Indítottam datalinket, elvileg a jobb oldali HSD-n látsz is. Aha, látlak. És akkor most elindítjuk a YARSTIC-et. Az a... az még pontosabban mutatja, hogy hogy lesz. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy lenyomsz a szembe a deaden egy egyest. Igen. Egy jobbra gombot, hogy a teken az E legyen, vagy A legyen. Jobbra gomb. És utána beírod, hogy 74. Jobbra melyik enter. Gomb? Várjál. Tehát szemben nyomsz egy egyest. Igen. Utána nyomsz egy szekket, tehát egy jobbra nyilat. Akkor a deaden azt fogod látni, hogy teken A per A. Aha, megvan. És utána beülőd, hogy 74 és enter. Megvan. És akkor nyomsz egy visszagombot, és akkor látod a deaden jobb oldalon, hogy mennyire vagyok tőled. 4,2-re. Ó, tök jó. Úgyhogy így már elveszteni se tudsz. Na még a izét megnézzük, a UHF-et meg a VHF-et, a POM 1-et tedd át 15-ösre. Megvan. És a POM 2? POM 2 az a 6-oson van. Oké. Okay. Most nem tudom ezeket, hogy fele tetted-e valahol a joystickra. Mármint a micsodát, a pusztítókat? Igen, igen. Nem joystickon van. Legyen? Mert úgy azt hiszem... van. Igen, mert ez lesz a alapkommunikáció, tehát elvileg ezért Teams-üket nem nagyon szoktunk használni, mert hogy a IVC sokkal jobb. Ó, értem, akkor te most kétszer hallott engem? Nem, csak egyszer. Radart már lekapcsoltad, látod? Te volt alapból, így jöttem be a gépbe. Kapcsán vissza. Mindegy. Lézer célzásra nem nagyon kell adni. Van csak a fűrőn. Akkor nem tudok kitargetelni. Hallottál az előbb az UHF-en? Nem. Most nekem az UHF-en a 15-ös tower van bekötve. Akkor menjünk át ott is a 6-osra. Oké. Okay. UHF-en hallasz? Igen. Most hallottak. És te hallasz engem most? Semmi. Majd ezért végeztünk, majd beprogramozod. De most hallottál az VHF-en? Nem. Az fasza. Az a kicsi szám melletted az, hogy milyen magasan vagy? 16 ezen? Így van. Oké. Okay.
is van. Kettő nyolcvannal megyek. Jobb oldalra jövök. Na, egy kicsit eljöttünk a bombázási kerülettől, mert még a 7-es térponton van a célpont, úgyhogy akkor vissza is fordulunk. A 300 környékén megyek oda is. Lézerbomba megy amúgy? Aha. Hát nagyjából, csak nyilván a célkeresés még annyira nem. Hát végig is tudod, itt az a fontos, hogy a lézert ez bekapcsol. A dedem miért halt meg? Tök üres sötét. Ez valamit te kapcsoltál, nem? Ó. A floodlight helyett azt kapcsoltam ki. Igazából az a jó lézerbombából, hogy nem is kell vele radarral megcélozni, mivel elég a TGP-t. A Master Arm on, Laser Arm on. Ha jól látom, egy adag. Mi ez? Tárház. Hát van, aha, van mindjárt épület. Aha. Aha. Azt mondtam még, hogy ha ilyenkor mindig visszatni kell valamit, és nyomok egy TMS ápot, amit átvált ugyan ilyen, IP pont, vagy IR pontra, pointra, de aztán visszaáll aljára, akkor kijelölt nekem valamit oda, vagy nem? Jó, az jó kérdés, látom. Tehát
hogyha én most le akarnék dobni oda egy lézeres bombát, akkor az oda menne, vagy szanaszélye? Persze. Ha megy a lézer, meg a TGP fogja, akkor elvileg van. Ja, értem. Tehát akkor nem is kell leraknom semmiféle speed, mint az A10-nél. Ja, nem hát. Értem. Úgy emelkedsz felfele. És akkor tudod, hogy kétszer számol vissza, az valami ezé végül. Második. Pickle, 6 másodperc. Paveway. 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 Hozzáj. Addig dobáján, így jomba tartom. Figyelj csak, hogyha jobb oldalon a szembe ezé a kis kacsacsőr benne van a vonalban, akkor bármikor dobhatok bármire. Persze, persze. Majd azt kell egyszer gyakorolni, hogy a másiknak hogy lehet megvilágítani a célt. Az még úgy érdekel. And splash. Hát én nem adottam. Lézen, ezért azt kombatra áttettem? Define izé, és mi az, hogy kombatra áttenni? Tehát mire gondolsz, mert nem tudom, hogy... Tehát középen list, nulla, és ott az ötös. És harmadik előről a Air to Brand, és akkor kell lenni egy combat. Nem, TLG van. Aha, akkor nyomsz egy, tehát leviszed oda Air to Brand, és nyomsz egy nullát, és akkor fog villogni egy combat. Aha, és Enter? Így van. Mi a különbség a training és az combat között? Úgy ezt meddig nem tudtam, dobáltam össze-vissza a bombát, azt ment szana szét. Akkor forduljon még egyet, vagy? Rendben. Csak közben, ha lement a sebesség 200-an, ugye lepottyan. Én néztem is egy bowling fölfele. Másik nagy kedvencem még a SDB lett. Azokkal lehet jobban mozgódni.
Amúgy, ha nyomsz egy Shift plusz 7-est, elvileg a mutatja, hogy merre megy a bomba. Ez már sokkal pontosabb volt. Maradt még bombád? Egy. Helyes, amíg ezt ledobod, lemegyek egy gárára. Caution. Caution. Air to ground, hogy beraktam ki azt, hogy ez a gunt? Hogy az csak air to air van. Mármint mi is jön a még egyszer? Egy air to ground, hogy beraktam ki a gunt? Hogy az csak air to air van, és aztán célzok, ahova megy. Jó, messze van. Altitude. Altitude.
Próbáljunk valami mást? Pillanat. Szóval, hogy ha földre akarok jönni gunnal, akkor az van valami hard módja annak? Nincs ön a gunrun? SMS oldalon. Altitude. Tehát Air to Ground mód, SMS oldal, és a bal felső gombocska. A CCRP mellett, tehát úgy, hogy Air to Ground, arra rányomsz, és akkor egy nagy körnek kell ott lenni. Nekem ott üres. Semmi inventory van, control. Hát elvileg az SMS oldalon az van ilyenkor, mikor bemész, hogy mutatja, hogy 0 darab GBU-12-vel, ugye? Így van. És akkor felül van ilyen, hogy jobbról balra, hogy CNTL, INV, CCRP és Alt, Air to Ground. Igen. Na, az Air to Ground-ot nyomd meg. Oké. És ennyi. Így van. Jó. Mondom, a lézer ide már nem kell. Pull up. Szegény Doru mit ártott? Akkor hol van ez? Steer point mennyi? Azt hiszem a steer point 6-os lesz az, maradok tőle megi. Vagy 7-es. Rendben. Mindjárt, hogy azt hiszem úgy van csinálva, hogy majd jönni fognak. Vagy 29 vagy 27, valami még a emberkedni fog. Beverly-et már most érdemes bekapcsolni. Tényleg a csút vigyázzal mész? Tessék! Ilyenkor forszázsal mész? Nem a hívogál, hanem. Csúnyán itt hagytál. 380-an megy, meg a futam, mint lassan. Ez is igaz.
Elvileg bal oldal az Armed. Felillattanat van az, hogy most 0,55 akkarnadék. Igen, 0,64 vissza is veszek. Úgyhogy elvileg két fajta, ezért viszünk magunkkal a Mavericket, a D-t meg a G-t. És úgy tudom, a G való a épületeken, lehídek ellen, stb. A D, ami Delta való a járművek ellen. Igen, igen, a G az ilyen nagyobb a feje, nagyobb dolgokat tud befogni a feje. De hogy egyből a 7-esre megyünk. Megyünk egy olyan 350-re, jó? Kopi. Meg lehet kicsit fentem megyünk 20 000-ig. 5 fokon emeljük. Amikor így rászkódik a gép, meg dobálja, olyan, mint hogy a szél dobálná, ez a szél. Jaj, haszom. Nagyon kemény. Meglepődtem először, amikor így mentem eléggé gyorsan, és egyszer csak így elkezdett lifegni a szárnya. És így hallottam is, hogy mi van. Ja, meg van ilyen özétek, van, amikor hallom a hangját, amikor szuperfonikusra megyek. Átlépem a hangsebességet, vagy a Mach 1-et, akkor hallom. Azt hallom, az a robbanás, az az. Ja. Nagyon kemény. Átszal izé, reptéren, várt a felszálláshoz, de hátad mögül valaki elrondul fölötted 3 centivel. Igen, lassan lépünk az SZA 10-nek a Z-ben. Látod a HSD-n a sárga kört? Még nem, mert nincs kitelki nagyítva, de most látom. És az egy aljás kis dög, mert nem hallod az indítást, csak amikor lever az égről. Jó. Ígért indít, hogy mi van? Elvileg ez a misszió arról szól, hogy a... lesz előttünk valami jármű oszlop, és annak a végéről kell kiszedni a... azt hiszem a shieldákat.
Tehát azonosítani és kilőni. Próbáltam már ezt a küldetést így egyedül, de hát nem sok sikert arattam. Maradjunk inkább ennyiben. A Mavericknek nem kell ugye lézer, úgy vagy. Mindennek kell, ami TGP-t használ? A Deltának nem kell. És a G-nek? És annak már igen. Oké. Okay. Most azt szerintem tudom, hogy ezt meg kell nézni, hogy mikor befogod a célt beton oldalon, akkor a bal felső sarokban van a borszájt, hogy arra rá kell nyomni, vagy nem. Na, ezt a 10-es nagyon villogom, úgyhogy gyerünk lefele. Sebesség legyen 400 környékén. Ennyi? 400. Meddig megyünk le? Hát, 1000 környékén jó tudunk. Ezer? Jaja. Figyelj csak, amit te vagy Ertugrandban, én lesz az Ertugrandban. Szép. Oké. Okay. Biztos, hogy biztos gyömörtet bekapcsolhatjuk. Menj előre nyugodtan. Altitude. Tele vehicles. Talsirka. Elvileg a oszlopnak a bal oldalán a két utolsó jár lesz. Jó, van levegő, jó vagyunk. Mondja már a triplaira, meg a társaira vigyázni. Caution. Caution. Splash times two. I'm hit. Altitude. Altitude. Warning. 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 Kilőttek. Még repülök, de már nem sokáig. Kurva nem működik, remélem, hogy nem hallom a hangját a rádiónak sem. Nyomom a gombot. Chaff, flare. Chaff, flare.
Chaff. Flare. Hallasz most érhen? Persze, mond. Így húdom, mert eltalált szerintem Zasszér-10, biztos, hogy az volt az, de valami eltalált, 12 ezer magasan voltam. A két veszélsz ki van lőve, viszont lövésem nincs, hogy hol van a altitude. Az Evex-et szoktunk kérni mi is. Nincs rádió. Chaff. Flare. Chaff. Flare. Hát de figyelj, kilépünk, aztán nézzünk más. Most jó. Elvezetsz a reptérbe, és leszállok így. Tudnám, merre van reptér? Hát... vagy szerintem messze. Hazáig ki, miről? Van benzinem, és nem ég semmi, úgyhogy... illetve valami füstöltő. Nem, az se. Jó van. Elautottam a sebességgel, nem csak viccelek. Valami, ami éghető volt, szerintem nem gyulladt, de a lényeg az, hogy... trailben vagyok, körülbelül 300 méterre mögötted, alattad 50 méterre. Na hát az a gond, kurva messze van, ez 200 mérföldre van a reptér. Akkor hagyjuk. Na kilépek, vagy lép ki most, akkor te először, hogy ne fegyjátok. Igen.